Ennek a képnek a címét nem Gulácsi adta, ő nem ezt a címet adta, hanem Egynapos hó, illetve Padovában hullahó volt az eredeti címe, és 933-ban, amikor meghalt Gulácsi, csináltak egy nagy gyűjteményes kiállítást. Dr. Ezler Mihály, aki az egyik legjelesebb gyűjtője volt Gulácsinak, egy pszichiáter egyébként, akinek csaknem 60 Gulácsi képe volt, ő ehhez a kiállításhoz reprodukálta ezt a képet, ezzel a címmel, hogy Nakonxipánban hull a hó. Nyilván ehhez a varázsos, meseszerű jelenethez közelállónak érezte, holott Gulácsi ezt nem nakonxipáni képnek szánta. Az az érdekessége a festménynek a különös színhasználat, mert azért általában, ha körülnézünk a tárlaton, Gulácsi főleg barnás, sárgás tónusú képeket festett, majd a rokokó korszakában ezeket a púderes kék, nagyon visszafogott rózsaszíneket, és ez az erőteljes kék, amit itt használ, ez nagyon ritka az ő képein. A havat, a hidegséget a kékkel és a fehérrel hangsúlyozta, illetve a kávéházi belsőben ülő alak körül a sárga pedig a melegséget közvetíti. Érdekessége vagy különbsége a képnek, hogy egy tanulmány is készült hozzá, ami egészen egyedülálló, mert Gulácsi nemigen készített tanulmányokat. Van egy kis grafikai változata a képnek, ott egy kis öreg urat látunk, aki egy kávéházban elbóbiskola az asztal mellett. Ezt azért tudjuk még a nevét is, Giuseppe Fiori úr, ugyanis ugyanezen a címen, az Egynapos hó címen Gulácsinak van egy novellája is, amely 909-ben született, és itt leír egy nagyon szép lira történetet egy kis öreg patikusról, akit az a szerencse ér, hogy a kisváros leggazdagabb fiatal lánya annak idején beleszeret, és ő ezért a szegény patikusból kiemelkedik, és öregkorában nyugodtan ülhet a 100 éves Café Lunában, és nyilván annyira megkedvelte, annyira megszerette ezt a kompozíciót, meg a történetet Gulácsi, hogy egy festményen is megfestette, ugye az a kész olaj kompozíció, ott már változik nyilván a millió, illetve a figurát is kicserélte, tehát nem a Giuseppét látjuk már, hanem akkor nagyon közeli barátjával, Keleti Artúr költővel, irodalmárral járta Padovát, és itt már a modell Keleti Artúr volt. Érdekes, hogy ez az irodalmi párhuzam, tehát az, hogy van egy novella variáció egy képnek, ez számára elsősorban Dante Gabriel Rossetti volt az a prerafaelita művész, aki képeivel mintát adott. Rá volt elsősorban jellemző az úgynevezett kettős műalkotás, hogy egy-egy motívumot nem csak képben, festményben örökített meg, hanem többnyire verset írt hozzá, de Gulácsi egy novellát, annak motívumát emelte át a képbe.